alkotás módok közül a két leggyakoribb a szóképzés és a szóösszetétel. Ezen kívül vannak ugye még a további szóalkotás módok, amilyen még ki fogok térni. A szóképzés az alapvetően azt történik, hogy egy tőszóhoz, vagy egy korábban már képzett szót is lehet tovább képezni, és ezáltal megváltozik, bővül az eredeti szónak a jelentése, illetve esetenként annak a szófaja is megváltozhat. Ezeket szófajváltónak hívjuk. Például a névszóból lehet névszóképezni, akkor ugye nem változik a szófaj, erre például példa lehet az asztalból az asztalos foglalkozás. Névszóból például igét, az a tavaszból lehet tavaszodik, vagy a nyárból, hogy nyaral. Igéből igenevet is lehet, például az író költő, az az ír és a költ igékből van. Tovább lépve gyorsan az szó összetételre. Ennek két fontos alcsoportja van, a szerves és a szervetlen szó összetétel. Alapvető különbség, hogy a szervetlen szó összetételnél a szó összetételnek a tagjainak nincs köztük logikai viszony. Például a szervetlen összetétele példa lehet az ABC, mint szó így beírva. A szerves összetétel belül van az alárendelő és a mellérendelő. Az alárendelő az arra utal, hogy az egyik szórész az a másiknak valamilyen bővítménye, valamilyen kiegészítése. Hasonlóan az összetett mondatoknál lehet például alanyos alárendelés, tárgyas jelzős, ezekre például lehet például tárgyas a szó. A jelzésre meg a Na jó, akkor megyünk tovább. Van még ilyen jelentést emelítő, erre például a csiga lépcső remek példa lehet. Mellé rendelőt szerves szó összetételnél az a alapvető jellegzetesség, hogy az összetett tagok között azok egyenlő viszonyban vannak, egyenlő nyelvi szinten vannak. Valódi mellérendelő összetétele közé tartozik alatt például az, hogy apraja adja. Van ilyen szóismétlés, ez az alibali, ezeket eddig kötőjellel írjuk. A ikerszó, van ikerszó, meg álikerszó. Az álikerszó az azt tudja, hogy hasonló jelentésű, azonban különböző értelmes szavakról van szó, például a csillog-villog, ezt is kötőjellel írjuk. Illetve vannak az ikerszavak, amik az álikerszóhoz hasonlóan van, egy hasonló jelentés tartalmuk van, azonban különböző nem nagyon használjuk, például az ugra-bugrál, ezt külön nem használjuk, hogy Pisti bugrál, mert... Tovább lépve gyorsan, ezen kívül a szóképzés és a szóösszetételen kívül a további szalkozottársági módok, például a mozaik szavak, melyek általában céljuk, hogy valami rövidebben kifejezni. Van például az EJG, hogy a Ötös József Gimnázium, mert az ENSZ, menjünk tovább. A szórövidülés az tudja, hogy van egy eredeti szó, és ennek a végéből általában elcsíptentünk valamit, hogy ezt rövidebben kifejezhetjük. Például van ilyen, hogy laboratórium, és ennek egy rövidebb változata, hogy labor, vagy hogy lab. A szóelvonás az olyan út, hogy arra példákat mondok, hogy gyorsan, mert nem is ilyetni tekintünk az időből, arra például az obi meg a csoki, aztán a szóbegyülés és a szó összerántás, ez két hasonló csoport, ugye veszünk a különbségről, a szóbegyülésre lehet kitűnő például a csokor és a bokrétának a helyzete, melyből összevegyülve egy csokréta szót kapunk. Ennek az a jellegzetessége a szó összeállítással szemben, hogy a két alapszónak hasonló jelentése van, míg a szó összeállításnál például a gyújtófa, ebből lesz, hogy gyújt.